Köszöntöm nézőinket, a stúdiókban dr. Berecki Péter házi orvos és egészségügyért felelős alpolgármester, üdvözlöm. Én is köszöntöm a televízió nézőit. Ami miatt most elhívtuk erre a beszélgetésre, az ugye a mai időjárás, ami ugye mostanában jellemző erre a térségre, de talán nem is csak erre a térségre, hanem egész Európára is jellemző, hogy nagyon-nagyon magas a hőmérséklet, és ugye már éjszaka is nagyon nehezen alszunk. Hogyan hat ez az emberi szervezetre? Igen, hát az utóbbi időben mondogatják, hogy a globális felmelegedés miatt megváltozott az időjárásunk, és egyre inkább változik. Eddig főleg csak az időseket érintette ez a probléma, de már a fiatalokon is látszik, hogy nem tudják kialudni magukat, éjszaka fáradékonyak. Sokszor ájulásos történetek is vannak napközben. A hőmérséklet változás, a magas hőmérséklet miatt kitágulnak az ereink, emiatt csökken az agyi véráramlás elsősorban, persze más szervek véráramlása is, ezt valahogy pótolni kell. Hát legegyszerűbben vízivással tudjuk ezt pótolni, sajnos az időseknél a szomjúságérzet csökkenése miatt probléma ez, mert elfelejtenek inni, ezért mindig hangsúlyozunk, hogy tegyék ki azt a másfél literes szénsavas vagy szénsavmentes ásványvizet az asztalra, és akkor látszik a fogyasztás. Tehát legalább másfél liter vizet kellene innunk naponta, hát aki kint van a napon, annak persze ennek a dupláját, de ez a minimum, hogy legalább másfél liter víz legyen meg. És emellé még leves, meg gyümölcsök, amik magas folyadéktartalmúak. Ilyenkor egyébként fejfájás is felléphet? Igen, a vérnyomás csökkenése miatt fejfájás is léphet föl, szédülés is, homályos látás, ilyenkor gyakoribbak balesetek. Ezért akiket kezelünk magas vérnyomással, idősebbek, azoknál mindig visszalépünk a gyógyszerekkel. Most már minden háztartásban található vérnyomásmérő, ezért mondjuk mérjük gyakrabban a vérnyomásukat, és hogyha már 110 alatt van a vérnyomás, akkor már azért vissza kell lépni egy picit a vérnyomás csökkentőkkel. Tehát akkor az eddig beállított gyógyszereket is gyakorlatilag újra kell kalibrálni. Igen, így van. Így van. Úgyhogy vagy megbeszéli az orvossal, vagy fölhívja a nővért, és tanácsot ad neki ebben, hogyha valaki ilyet tapasztal, hogy nagyon-nagyon leesik a vérnyomása. A másik meg a hányásos, hasmenéses periódusok, amikor a folyadékvesztés kapcsán esik le a vérnyomásunk. Ott szintén a vízivás, a folyadékpótlás, a sós levek fogyasztása az, ami följebb viheti a vérnyomásunkat. Ez is a nyári betegségek közé tartozik. Most ha ez még hőséggel is párosul, akkor kiszáradás veszélye állhat fönt, amikor már csak infúzióval lehet pótolni az elvesztett folyadékot, illetve ionokat. Most már szerencsére a patikában lehet kapni már vény nélkül is olyan ionpótló készítményeket, amiket érdemes a nagy melegben egyet-egyet naponta meginni, illetve hát, hogyha hányás hasmenés van, akkor meg szinte kötelező mellé még fogyasztani, hogy az elfolyt ionok is pótlódjanak. De a magnézium pótlás is nagyon fontos, mert a kálium pótlás, mert az izzadással ezek az ionok is eltávoznak a szervezetünkből, és akkor ilyenkor jönnek a görcsök, lábikra görcs, főleg éjszaka, amikor még inkább csökken a keringés a végtagokban. Hogyha megtehetjük, hogy a nappal ugye hűtött, klimatizált helyiségben legyünk, mikor merészkedhetünk ki a szabad levegőre probléma nélkül? Hát igen, ez a klasszikus az, hogy a 10 és 2 óra között nem menjünk, mert akkor az UV-sugárzások nagyon magasak, utána 3 óra, nem tudom egészen pontosan. Tehát gyakorlatilag csak reggel, illetve késő délután, mert akkor nem károsodik úgy a bőrünk. Hát azok a nagy napozások, azok már idejét múlták, illetve mindenféle 40 faktoros krémekkel lehet csökkenteni a káros sugárzások hatását.
ha mégis kimegyünk a napra és kiülünk napozni, akkor azért ezt mindenképpen ajánlom, hogy magas védőfaktoros védelmet a bőrünkre. Egyébként hát a melanómának, tehát a rossz indulatú bőráknak az előfordulási gyakorisága attól függ, hogy hányszor ég meg a test egy életen át. Tehát ha minden évben csak kicsit leégünk, akkor sokkal magasabb a melanómára való hajlamunk. És hogyha nem napozás miatt vagyunk a nap, hanem teszem azt, vannak, akik sajnos ilyen helyen dolgoznak, milyen jelei vannak esetleg már mondjuk a hőgutának? Igen, napszúrás, hőguta, ez hasonló fogalmak. Ez a aluszékonyság, hányinger, ez kicsit zavartság, ájulás, ezek a legfőbb tünetei, hidegrázás. Mondjuk, ha megég a bőr, akkor is hidegrázás jelentkezik. Ilyenkor jó hatásúak a pirinek, az aspirin, a kalmopirin, illetve a receptre kapható alvopirin. Ez csökkenti a hidegrázásnak a hidegrázást, és ezáltal jobb a beteg közérzete. Mikor érdemes orvoshoz fordulni? Hát, hogyha több napig eltart ez az állapot, hogyha hányással is társul, mert akkor a kiszáradás veszélye áll fönt. Ez a csecsemőknél, kisgyerekeknél, illetve az időseknél nagyon hamar, nekik nincs tartalékjuk. Pár nap alatt, sőt, pár óra alatt is megtörténhet a kiszáradás, úgyhogy rájuk fokozottan kell odafigyelni. És a fejvédő viselése az is régen divat volt, aztán most lassan úgy látom, hogy megint divat lesz, illetve azt látom, a fiatalok kezében mindig ott van a üdítős üveg. Tehát ők már valahogy erre szocializálódnak, hogy viszik magukkal a vizet. Tehát őket már nem kell annyira félteni, mint az időseket inkább. A másik talán, hát nem is tudom, kellemesebb probléma, hogy ugye mostanában ugye a parlagfű megjelent. Hogyan védekezhetünk ellene? Igen, itt van a parlagfű ideje. A sok eső miatt, meg a nagy meleg miatt most hirtelen megint megnőtt a parlagfű, és várható, hogy hirtelen fog majd virágba borulni el, és hirtelen csap le ránk. Úgy, mint tavasztal, hogy minden egyszerre virágzott. Igen, egyszerre virágzott, és akkor igen. Aztán tényleg már februártól jöttek a panaszosok. A parlagfű mellett sokszor a keresztallergiák is jelen vannak, a gyümölcsökre, a dinnyére, őszivaraszkra. Hát erre is oda kell figyelni, hogy ha valaki azt észleli, hogy parlagfűre érzékeny, akkor azért gondolhasson arra, hogy gondolnia kellene arra, hogy a gyümölcsök fogyasztásánál előjövő tünetek keresztallergiára utalnak. A keresztallergia tünetei megegyeznek a rendes allergiáival, vagy esetleg van egyéb bőrkiütés is, ami... Megegyeznek az allergiával, de nekem volt olyan betegem, aki a dinnyétől asztmás rohamot kapott. Uh-huh. És addig nem tudta, hogy parlagfű időszakban volt ez, hát hiszen akkor érik a dinnye. Uh-huh. És súlyos aszmás roham lett a vége. Ugye az allergiát azért kell kezelnünk, hogy ne alakuljon ki a légcső gyulladása, illetve ezt már aszmának hívjuk, amikor már lejjebb húzódnak a tünetek. Hát a főbb tünetek az a köhögés, a tüsszögés, az orrviszketés, szájpadviszketés. Szemtünetek is vannak, de az inkább a nyárfa virágzás idején, az inkább a korai nyári időszakban jellemző, ezek a pollenek... repülőszöszös... Igen, azok a szemet károsítják, irritálják elsősorban. De mondom, a tüsszögés, az ordugulás, aztán a köhécselés, orfolyás, a szem is szokott folyni, ezek már mind az allergiának a tünetei, és ezeket nem csak azért kell kezelni, mert nem alusszuk ki magunkat, csökken a munkabíró képességünk, balesetveszélyes helyzetek jöhetnek létre, hogyha nem tudunk úgy koncentrálni.
hanem azért is, mert az allergiából alakul ki az asztma, ami már egy életveszélyes állapot. Ugye említette, hogy most ez a nagy meleg és a nagy páratartalom miatt most nagy dózisban kapjuk. Lehetséges, hogy most megbetegednek olyanok is, akik eddig nem tapasztaltak allergiát? Hát igen, igen, ezt mindig el szoktam mondani, hogy a kétféle ember van. Igen. Tehát minden évben újabb és újabb allergiások jelennek meg. És valószínű azért, mert hogyha nagy dózisban jelentkezik, akkor sokkal nagyobb a megbetegítő képessége. És ez lehetséges, hogy mondjuk csak egy szezonban? Igen, igen, azt is láttunk már, hogy csak egy szezonban. Ott nem tudjuk, hogy valamilyen keveredés állhat fönt, nem tudjuk pontosan, hogy miért, de szinte minden a skálája benne van. Van már időskori allergia, asztma, és van olyan is, hogy csak egy szezonban jön az allergia. Ezzel gyógyszer nélkül úgy tudunk védekezni, hogy nem nyitott ablaknál alszunk, hát ebbe a hőségbe aztán ez most nem különösebben jó tanács. Hát most már mindegy. Most már mindegy. Már éjszaka is már mindegy. A gyakori hajmosás, szerintem minden napi hajmosás az nagyon fontos, mert a hajunkban a pollenek azok irritálnak éjszaka. Az ágyneműk gyakori váltása is fontos. De most már vény nélkül is kaphatók olyan gyógyszerek, amik csillapítják, illetve meg is szüntetik az allergiás tüneteket. Tehát ilyenkor azért, hogyha elkezdődik, akkor ne várjunk vele, hogy jó, nem olyan probléma ez, túlélem én, nem okoz nekem problémát, nem kezdjük el kezelni pont amiatt, hogy ne húzódjon a légutak aljára a betegség. A másik allergia pedig, ami ilyenkor gyakran fellép, ugye a darázs csípés ellen. Hogyan, mikor alakulhat ki, milyen tünetei vannak, és ugye meg kell különböztetni a darázs csípéssel szembeni túlérzékenységet, ugye az allergiával. Igen, igen, igen. Sokan összekeverik a darázs csípés allergiát az érzékenységgel. A darázs csípés allergia az egy halálos, akár halálos tüneteket is produkálható állapot. Ezek a betegek, akik ki vannak vizsgálva, ezeknek a betegeknek felírunk olyan egyszer használatos injekciót, amit ha megcsípi a darázs, akkor magába döfi, és megszűnik a halálos allergiának a veszélye. Tehát ez a toródúzzanat nem lép föl. Ezt egyébként gyerekek is használhatják? Gyerekek is használhatják, nekik gyerek szakorvosok írják föl. Az a baj, hogy körülbelül egy év alatt lejár ezeknek az injekcióknak a szavatossága, és elég húzós áruk van. De hát aki erre érzékeny és lemegy horgászni mondjuk, akkor azért az vigye magával és frissítse a készletet. Szó van arról, hogy visszaveszik, és vagy legalábbis szó volt erről valamilyen fórumon, hogy kidolgoznak egy olyan tervet, vagy kidolgoznak egy olyan... Na. Igen. Igen. Jó, még egyszer. Tehát szó volt arról, hogy visszaveszik a lejárt szavatosságú injekciókat, és akkor csökkentett áron kapnak újat, tehát becserélik gyakorlatilag, tehát valami térítés ellenében. De mégsem, azt hiszem 10.000 forintba kerül, egy 10.000 körül van a... Hát, hogyha valakinek az életébe kerül, akkor ez nem pénz. Igen. Ugye régen, annó, hogyha megcsípett a darázs, akkor nagymamám ilyen ecetes vattát nyomott rá, hogy szorítsam, majd jó lesz. Ez hat valamit? Vagy ez csak ilyen népi mondás? Az ecet az fertőtlenít valóban. De sokszor kicsípheti a bőrt, azért, hogyha több órát rajta tartják. De hűsít egy kicsit. De a darázs csípésnél igen, hűsíteni kell a megcsípett területet, kálciumot, kálcium tablettát, peskő tablettát kell inni. Sokan esküsznek a kálcium injekcióra, de gyógyszerészek azt mondják, hogy egyáltalán nem jobb a kálcium injekciót meginni, mint a kálcium tablettát bevenni.
Mondjuk egy ilyen csípéssel mikor kell orvoshoz fordulni? Mert manapság egyre többet hallottam, hogy már ilyen mutáns darazsak vannak, mert ugye eddig senkinek semmi probléma nem volt vele, és most meg nagyon csúnya volt a csípés, vagy elkezdett dagadni esetleg. Igen, sokszor előfordulhat, hogy a darázs mondjuk egy permetezett növény után megy a bőrre és csípi meg, akkor ott a permetlének a izgató hatása is még érvényesül. Azért, hogyha egy 3-4 napig nem lohad a csípés helye, pirosodik, vagy ne adj Isten egy ilyen kis vékony csíkocska, ami nem vérmérgezés, hanem nyirokérgyulladás, nem kell azért mindjárt temetni a pácienst, de akkor azért orvoshoz kell fordulni. Mert akkor valószínűleg szükség van antibiotikum tartalmú kenősre, vagy tablettára is. Igen. Hogyha nagy Isten hétvégén kellene orvoshoz fordulnunk, akkor hová mehetünk időnaharasztani? Az ügyelet az még mindig a Damjancs utca 32 szám alatt van. A telefonszámuk az 370-304, vagy 370-116, vagy 374-22. Ez a három telefon, ez ott csörög a nővér és az orvosi tartózkodó közepén, úgyhogy bármelyiket hívják, akkor ezt éjjel-nappal, hétvégén lehet mondani. Igen. Hát hétvégén reggel, szombat reggel 8-tól, illetve már péntek este 6-tól. Igen. Péntek este 6-tól, hétfő reggel 8 óráig az ügyelet az ott van a helyén. És hétköznapokon is este 6 után. Igen, este 6 után reggel 8-ig ott vannak. Jó, rendben. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és felvilágosítást adott nekünk a részletekről. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.